Folytatta szombaton az ukrán civil infrastruktúra, az elektromos hálózat és a vízellátást biztosító létesítmények elleni rakétatámadásait Oroszország. Az áramhiány miatt gördülő áramszünetek vannak a lakóövezetekben, amikor az utcák sötétbe borulnak. A szombati rakétacsapások még nagyobb kárt okoztak, mint az október 11-12-i hasonló támadások. Szombaton a déli Herszon megyében folytatódott az ukrán támadás, míg az orosz csapatok keleten Avdiivka és Bahmut települések közelében próbáltak előre törni. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője Igor Konashenkov azt mondta, hogy az ukrán hadsereg Herszon megyei támadását visszaverték szombaton, és mintegy 130 ellenséges katonát öltek meg. Ugyanakkor az oroszok a megye központjában, Herszonban a teljes civil lakosságot felszólították, hogy hagyja el a várost, és menjen a Dnyeper folyó orosz hadsereg által ellenőrzött keleti partjára. Az ukrán hadsereg szerint nem lövik a várost, és Herszonban az ukrán lakosság deportálása zajlik.